Maros-Sárpatakon vagyunk. Mit érdemes tudni a községről, a térségről? Maros-Sárpatak Szászrégen és Vásárhely között fekszik. Vásárhelytől 15 km a Maros jobb partján, amit látni lehet és tudni kell. Büszkék vagyunk Teleki kastélyunkra, Teleki kriptánkra, az erdélyi fejedelmes szoborparkunkra, halastavakra, amik vannak a község területén. Műemlékeinkre, itt megnevezném az ortodox templomainkat, Pólkeresztúri templomot, Pókai templomot, és nem utolsó sorban az emberekre, akik lelkesek, akik dolgoznak nap mint nap, akik ingázni járnak, hogy a mindennapi falatot megszerezzék, meg magukévá tudják, de azokra az emberekre is gondolok, akik itthon maradnak és mezőgazdasággal foglalkoznak, és kínlódnak nap mint nap, hogy túléljék a mindennapi nehézségeket. Maros-Sárpatak a LIDER program keretén belül több területen is pályázott sikerrel. Az első projekt, amiről ejtsünk szót, az a Maros-Sárpataki óvoda, amit itt a háttérben is láthatunk. Ez kb. 200 ezer eurós pályázati összeget jelent. Mit érdemes tudni erről a projektről, a megvalósulásáról, és örülnek-e neki a gyerekek? A Maros-Sárpataki óvodát abból a célból kezdtük el, mivel 2009-ben nyertünk egy pályázatot, egy dokumentációs és információs központ létesítését, és így fel kellett áldozzuk a meglévő óvoda épületét. Ideiglenesen átköltöztettük az óvodát az önkormányzat udvarára, a vendégfogadóházba, és amikor lehetőség adódott a LIDER keretén belül pályázni, falugyűlésen volt eldöntve, hogy mi legyen a prioritás, óvoda vagy kultúrotthon. Az emberek többsége óvodára voksolt, mivel azt mondták, hogy a gyerekekben van a jövő, ők fogják ezt a falut tovább vinni. És úgy született meg a döntés, hogy óvoda legyen, ezt a testület is tanácsülésen elfogadta, és így sikerült a pályázatot benyújtani a LIDERhez, és nyertes is lett a pályázatunk. Egy másik pályázat, ami kb. 100 ezer eurót jelent, az a község, illetve Maros-Sárpatak területrendezési, karbantartási munkálatait hivatott támogatni. Mi az, ami ennek a keretében, mi a cél, mit szeretnének megvalósítani? Hát régi álmunk, hogy egy úgymond egy munkagépet, egy bulldeszkavátort vásároljunk, mert itt arról beszélünk lényegében. Községgazdálkodásról van szó, rengeteg a kövezett utcánk, rengeteg az elhanyagolt árok-sánc, rengeteg a burjány, amit ugye egyesek le kellenek használjanak, de sajnos ez nem történik meg. Vagy az van, hogy kiöregedtek az illető személyek, akiknek ott területük van, vagy nem törődömség miatt nem csinálják ezt, és úgy döntött az önkormányzat, hogy mindenképp egy ilyen munkagépet vásárolnánk, hogy ezeket a problémákat tudjuk kiküszöbölni, és lehetőség legyen, hogy az utcáinkat is fenntartani, és jó állapotba hozni. Azt is megemlíteném, hogy sajnos az idén, mivel a pénzkeret, a költségvetés visszaosztás az nagyon kevés, így az utcáink kövezése még kövezésre vár, úgymond, de reméljük, hogy ha a nyáron most lesz költségvetés kihazítás, akkor sikerül majd helyrehozni a régi állapotukra az utcánkat. Az utcáknál maradva egy kb. 100, közel 150 ezer eurós projekt keretében, szintén a LIDER keretében sikerül egy, úgy néz ki, egy útfelújítást is megvalósítani. Mit jelent ez a térség számára, és pontosan ennek a projektnek mi a célkitűzése? Hát nem csak a térség számára, Isten igazából a két településnek oxigénpalackot jelent, mert szerintem 21. században jó lenne, hogyha az utcáink aszfaltozva lennének, jó lenne, hogyha ivóvízhálózat, szennyvízhálózatjaink lennének. És ahhoz, hogy egy település megmaradjon, fennmaradjon, szükséges bizonyos életnivót fenntartani, és ezt úgy tudjuk csak, hogyha az utcákat rendbe rakjuk, és az infrastruktúrát fejlesszük, megpróbáljuk fejleszteni természetesen lehetőségek függvényében. És azért döntött annak idején a testület, hogy
a mezőmajosi pusztahalmási bekötőutat, bekötőút egy részét, 1,3 kilométert elkezdjük leaszfaltozni, mert azt gondolom, hogy mindig a kezdet a nehéz, és amit már elkezdtünk, azt így is, úgy is valamilyen módon véghez fogjuk vinni. Itt megemlíteném a Pókakeresztúri utat is, ami aszfaltozásra vár, befejezésre vár, de sajnos pénzkeretek hiánya miatt nem sikerült befejezni, de remélhetőleg az idén lesznek pénzek, van ígéret rá, és akkor azt is be tudjuk fejezni. Azért nem azt az utat folytattuk, már ott már volt egy meglévő közbeszerzés, és azt az egész közbeszerzést fel kellett volna rúgni, vissza kellett volna mondani ahhoz, hogy tudjunk pályázni annak az útnak a befejezésére. A kultúrára is mondhatjuk úgy, hogy jut pénz, illetve jutott az elképzelésből is egy rész Marosárpatakon, annak támogatására. Mi az, amit a LIDER keretén belül a kultúra támogatására sikerül megvalósítani, illetve mi az elképzelés? Hát itt, amit sikerült megvalósítani, sikerült a Pókai Kultúrotthonba székeket vásárolni, közel 10 eurós értékről beszélünk, értékrendről beszélünk. Ugyancsak ennek a pályázatnak a keretén belül sikerül majd 8 pár ruhát, népviseletet vásárolni a hagyományőrző tánccsoportunknak. Ezeket sajnos önerőből, saját költségvetésből nem sikerült volna megvásárolni, nem sikerült volna megvalósítani, és azért is döntöttünk, hogy népviselet, mert az a fontos, hogy hagyományainkat tovább vigyük, generációról generációra adjuk. Ez azt jelenti, hogy fennmaradunk, itt maradunk, mutatjuk magunkat, és létezünk, és remélem, hogy létezni is fogunk ezután is. Egy másik terület, ahol szintén tervelés elképzelése indultak, illetve itt az életmentés, a különböző sürgősségi beavatkozások területén is léptek. Mi az, ami itt a LIDER keretében megvalósulhat? A LIDER keretén belül mi egy újabb pályázatot nyújtottunk be, ami a katasztrófa védelmet fogja szolgálni. Hát lecsupaszítva ez egy mini tűzoltóautó, aminek az lesz a funkciója, 250 liter vízből 5000 liter aktív habot tud csinálni. Ez bozótűz, erdőtűz esetén könnyen lehet menni, könnyen szűk helyekre is be lehet menni ezzel a négykerekű járgánnyal, és remélhetőleg én bízom benne, hogy minél kevesebb alkalommal fogjuk ezt igénybe venni. A LIDER projektek keretében valószínű, hogy a pályázás során voltak problémák, gondok. Mik a negatív tapasztalatok ezen a területen? Mik azok, amikre úgy gondolja, hogy a jövőben majd önöknek, vagy esetleg másoknak figyelniük kell? Hát én azt gondolom, hogy ami az ország óriási nagy probléma a mostani bürokrácia. Szerintem túl sok engedélyt, túl sok papírt kell beszerezni ahhoz, hogy valaki pászhasson. És ez az oka mindennek, hogy, és annak, hogy az emberek, tehát úgy a magánszféra, mint a kisebb cégek egyszerűen nem vállalják, mert egy idő után úgy érzik, hogy el van lehetetlenítve az életük. De mi községvezetők ezen túl kell lépjünk, azért választottak meg az emberek, a választópolgárok, hogy ezt tűzön vizen át megvalósítsuk és megcsináljuk. Hogyan látja ennek az igyekezetnek a keretén belül azért egy közel 500 000 eurós összeg jutott a községnek a LIDER keretén belül? Milyen előnyöket hozhat, milyen hatással lehet a község és a térség számára? Ahogy említettem, az egyik tehát projektünk keretén belül, hogy oxigénpalac. Tehát számunkra ezek a lehetőségek mind oxigénpalac. Már beszélek önkormányzatról, beszélek térségről, beszélek községről, beszélek emberek életéről. Mert a mi célunk és akaratunk az, hogy olyan iskolákat, olyan településeket teremtsünk meg, és próbáljunk kialakítani, ahol jó élni, ahol akarunk élni, és ahol akarunk maradni. Mert sajnos a mai világban mindenki kiköltözik, mindenki jobb életre vágyik. És ahhoz, hogy nekünk jó életünk legyen, és biztonság legyen, ahhoz ezeket mind meg kell teremtsük. Mi azok, akik
vezetői tisztségben vagyunk, mi akik azért vagyunk ott, hogy dolgozzunk az embereké, dolgozzunk a közösségeké, és nem utolsó sorban itt gondolok a gyerekekre, akiknek a tanítása nagyon fontos, hiszen ők lesznek azok, akik átveszik tőlünk majd a stafétabotot. Végezetül pedig azok számára, akik nem mertek, nem akartak, esetleg nem volt sikeres a pályázatuk, mit tud tanácsolni, megéri-e a LEADER keretében a különböző fejlesztésekre pályázni? Igen, megéri. Azt szokták mondani, hogy aki mer, az nyer. Tehát én azt gondolom, hogy csak azok tudnak a labdába rúgni, akik a focipályára lépnek, az, aki a kispadon marad, és szándékosan marad a kispadon, vagy a pályaszéléről nézi a mérkőzést, az soha nem fog ott rúgni. Kell akarni, kell merni, mert megéri, és nem mindig azt nézzük, hogy mi lesz, ha, hanem mindig a célt nézzük, a kitűzött célt, hogy milyen, utána milyen eredmények fognak ebből születni, és milyen gyümölcse lesz az egész megvalósított pályázatnak.